Szentmisével ünnepelték, hogy éppen 30 éve alakult meg Szekszárdon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja. A karitatív tevékenységéről ismert közösség rendszeresen segíti a rászorulókat, főként élelmiszer és ruhaadományokkal. A csoport így közel 200 családnak nyújt hónapról hónapra segítséget Tolna megyeszerte. Minden hónap első kedjén tartunk nagy osztást, akkor ruhaneműhöz, háztartási cikkekhez, élelmiszerhez is juthatnak az emberek. Egyébként egy ügyeleti rendszerbe működünk, és ha valakinek van valami szükséglete, problémája, akkor vagy személyesen megkeres bennünket, vagy interneten, e-mailbe. A mostani ünnepi szentmisén három új tag is fogadalmat tett. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője azt mondja, a szekszárdi csoport nem csak az egyik legrégebbi az országnak ezen a részén, de a legnagyobb tag létszámúak közé is tartozik. 28 taggal működik, és 56 segítője van összesen, tehát ez egy viszonylag nagy létszámú csoportnak tekinthető. Az önkénteseink a saját időbeosztások szerint vállalnak feladatokat, általában rendszeresen, tehát vagy hétközben, vagy hétvégi munkarendben, de rendszeresen vállalják ezeket a feladatokat. Ez annyiban különlegesebb, hogy mondjuk még egy közösségi szolgálat egy iskolában, ahol 50 órát kell teljesíteni egy diáknak, az egy tólig tartományban egy határa szól. Aki a Máltai Szeretetszolgálathoz kapcsolódik, ő egy életre szóló elhivatást választ. Az elmúlt két év pandémiás időszaka a szekszárdi csoport munkájára is rányomta a bélyegét, most viszont abban bíznak, hogy újra a járvány előtti módon tudják majd segíteni a rászorulókat.